Nagy tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatómon megjelenteket. Én Brenner Koloman vagyok, a Jobbik elnök helyettese, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke. Meghozta a gyümölcsét az Orbán-Ficó barátság, ez a témája a mai sajtótájékoztatómnak. Nagy aggodalommal figyeli a Jobbik ugyanis, hogy a Ficó kormány úgy szeretné a szlovákiai nyelvtörvényt módosítani, hogy az még inkább korlátozná a felvidéki magyarság jogait. Nagyon korán figyelmeztettünk arra, hogy az a helytelen külpolitikája a jelenlegi fideszes kormánynak, amely feláldozza a felvidéki magyarság érdekeit a pártpolitikai jó kapcsolatok oltárán, helytelen és szembe megy a Jobbik véleménye szerint a magyar nemzeti érdekkel. Sajnos úgy tűnik, igazunk lett ebben a véleményünkben. Én annak idején, amikor a visegrádi országok külügyi bizottságai együttes ülést tartottak Pozsonyban, és utána találkoztunk a felvidéki magyarság vezetőivel, és ez még a szlovákiai választások előtt volt, én tényleg értetlenül és hát kicsit elborzadva figyeltem azt, ahogy a jelenlévő fideszes politikusok győzködik a felvidéki magyarságot arról, hogy jó lesz nekik, ha feláll a Ficó kormány. Ez sajnos nem így van. Felszólítom egyéb iránt a Jobbik nevében Szlovákia jelenlegi kormányát is, hogy tartsa be a nemzetközi szerződéseket. Felszeretném arra is hívni a figyelmet, úgyis, mint az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja, hogy Szlovákia aláírta és ratifikálta a regionális és kisebbségi nyelvek kártáját, amiben egyértelmű alapelv, és ez egy nemzetközi szerződés, amely szerint a nemzeti kisebbségek nyelvhasználata és egyéb jogait nem lehet korlátozni, és főleg szerzett jogokat nem lehet korlátozni. Ez egy alapvető alapelv ebben az egész Európa Tanácsi kisebbségi jogvédelmi rendszerben. Tehát felszólítjuk a Ficó kormányt, hogy ezt a tervezetet semmiképpen ne fogadja el. Összefoglalóan tehát a Jobbik felszólítja a jelenlegi fideszes kormányt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a nyelvtörvény ne léphessen életbe. Elvártuk volna, és erre Szijjártó miniszter úr éves meghallgatásán én a külügyi bizottság jobbikos alelnökeként fel is szólítottam a miniszter urat, hogy már nagyon korán reagáljon erre a tervezetre. Itt lett volna az idő például berendelni a szlovák nagykövetet, hiszen miniszter úr egyébként más európai szövetséges nemzet nagyköveteit bizony-bizony sokkal bagatelebb ügyek esetében is beszoktak éretni ide a külügyminisztériumba. Szerintünk ez itt már most késő lenne. Tegyünk meg tehát mindent, hogy ez a törvény ne léphessen hatályba, és egyben a jelenlegi fideszes kormány pedig korrigálja azt az egyensúlyából kibillentett külpolitikáját, amelyben az érték és az érdekelvű külpolitika jó elegye sajnos nem érvényesül, ennek egyik szomorú bizonyítékát látjuk most a felvidéki magyarság tervezett jogkorlátozása esetében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!